Dombóváron a Gyár utcában kapott helyet a Pumpa pálya, vagyis egy modern közösségi és játszótér. A település polgármestere kihangsúlyozta, fontosnak tartja a testmozgást, a fiatalok egészséges életmódra való nevelését. Annak érezzük fontosságát, hogy olyan közösségi terek legyenek, a fiatalok tudnak sportolni. Az elmúlt néhány évtizedben Szőlőhegyen a buszmegoldónál voltak különböző buckák, gödrök ácsva. Igazán azt gondolom, hogy méltánytalan volt Dombóvár városához. Amikor ez a pályázati meglehetőség megnyílt, azonnal értünk a lehetőséggel és pályáztunk erre a Pumpa pályára, aminek azóta megtanultuk a definícióját is, és tudjuk, hogy mit akar egy pálya, és azt mondom, hogy kiváló szakemberek, illetve fiatalok mutatják, hogy mire is lehet ezt használni. Az ország különböző Pumpa pályáin már tapasztalatot szerzett fiatalok érkeztek bemutatót tartani a helyes használatról. A biztonság érdekében a sisak és a különböző védőfelszerelések alkalmazása nélkülözhetetlen ebben a sportágban. Igazából mindennel ugye a szaktudás az így közbe jön, tehát hogy ahhoz, hogy valaki ezt elkezdje, ahhoz én azt mondanám, hogy egy nagy kupac bátorság kell, kitartás, ugye az nagyon fontos, úgy, mint általában az összes sportnál. A dombóvári Pumpa pálya az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda támogatásával és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakmai segítségével valósult meg. A közel 29 millió forintból elkészült projekthez a város önkormányzata csaknem 16 millió forint önerőt biztosított költségvetéséből.